Benne vagyunk az egységes kérelem beadási időpontban. Ebben nyilván a falu gazdászaitok nagy segítséget nyújtanak. Miként? Igen, 55 ezer kérelem lett benyújtva a mai napig, ebből 45 ezeret a falugazdászok nyújtottak be. Nagyon büszke vagyok, hogy a kollégák évről évre ilyen magas szinten teljesítenek, és nem csak a számosság vonatkozásában, hanem azt látjuk, hogy szignifikánsan kisebb a hibás kérelmeknek az aránya a falugazdászok által benyújtott kérelmek összességében, mint a nem falugazdász által benyújtott kérelmeket, hogyha vizsgáljuk. Ugye nagy kihívás volt az elmúlt esztendőben, hogy a személyes kapcsolattartás nehézsége miatt hogy fogjuk benyújtani az egységes kérelmeket. Ezt jellemzően 70-80%-át a falugazdászokon keresztül nyújtják be a gazdálkodók. Ezért egy telefonos megoldást alkalmaztunk, tehát telefonon egyeztetik a falugazdász kollégák a gazdálkodókkal az egységes kérelem tartalmát, és hát azt láttuk, hogy ez a megoldás, amit egyébként 84%-ban vettek igénybe a gazdálkodók, ez a gazdálkodók zömének többi 80%-ának nemhogy nem okozott problémát, hanem egyenesen jobbnak tartotta, mint a személyes kapcsolattartás, valószínűleg praktikusabb volt, kényelmesebb volt. Lehet, hogy érdemes megfontolni, hogy a későbbiekben is tovább vigyük, viszont azért azt is látni kell, hogy vannak olyan kérelmek, amik esetében nem megkerülhető a személyes egyeztetés, ebben az esetben pedig értelemszerűen időpont egyeztetés mellett a higiéniai és a járványvédelmi szabályok messze menőkig való betartásával személyesen fogadjuk az irodában az ügyfeleket, és hát úgy nyújtjuk be a kérelmet. Ez is azért azt gondolom egy komoly dolog, hogy így tudunk vigyázni a tagságra. Hál' Istennek ezt jól vittük, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt esztendőben Magyarország volt az egyetlen ország, amelyik az eredeti határidőre az összes kérelmet be tudta nyújtani.